Nyíregyháza egyik csodálatos épülete a Bencs Villa. Hosszú időn keresztül felújították, de most már várja a nagy közönséget. Itt járt stábunk, bemutatjuk önöknek, hogy milyen is most a Bencs Villa. Az épületbe lépve az 1920-as évek hangulatát érezhetik át az ideérkezők. A villa teljes átalakításával látogatható lesz egy korabeli bútorokkal berendezett dolgozószoba, egy szalon, egy női szoba, valamint egy könyvtár. A padlástér megújításával egy minden igényt kielégítő alkotóműhelyt is kialakítottak a szakmai közönség részére. A kert megújításával, az új kerítéssel a villa impozáns összképet nyújt. Az átadó ünnepségen részt vett Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára is, aki elmondta, a Bencs Villa a megyeszékhely egyik ikonikus épülete, ami nagy lehetőségeket rejt magában. A Bencs Villát senkinek nem kell bemutatni, aki nyíregyházi, és hogyha mondjuk az országból bárhonnan ide érkeznek látogatók, akkor első, hogy ezt meg kell nézni. Úgyhogy ugye 1927-ben épült, és azóta is már a város birtokba vette jó pár évtizede, és ugye az állapota olyan volt az elmúlt időszakban, hogy nem tudtuk úgymond használni, ami az értékét, az, hogy Nyíregyháza egyik kincses doboza, úgyis lehet mondani, tudjuk a művészetnek, a kultúrának, az irodalomnak átadni. Úgyhogy az is nagyon nagy öröm számomra, hogy a Nyíregyházi Színház az üzemeltetője, és ez is garancia arra, hogy megfelelő kezekben a kultúrának átadva a hagyományokat tudjuk szolgálni. Milyen programokkal fogják megtölteni ezt a csodálatos épületet? Természetesen, mint a Móri Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója, szeretném a színházat egy kicsit közelebb hozni a Bencs Villához. Éppen ezért rengeteg színházi programmal, irodalmi esttel, miniprodukciókkal, zenés estekkel, esetleg beszélgetésekkel, tehát ahogy a megnyitón is egy színházi témájú beszélgetés lesz, Vigyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója lesz a vendégünk, de a jövőben is szeretnék színészeket, rendezőket, színházi embereket meghívni. És természetesen a villának a múzeum jellegét is szeretnénk hangsúlyozni, hogy állandó kiállítás lesz a maga a Bencs kiállítás. Ezen felül 2-3 havonta szeretnénk egy időszaki kiállítást, ezt teljesen változó témában bemutatni. A harmadik Bencs Kálmánnak milyen érzés bejönni ide a csodálatosan felújított villába? Meglepően szépre sikeredett a felújítás. Voltam itt többször, 2000-es évek elején még Csabai László népolgármester asszony idejében, akkor nem felújítás apropójából, hanem a családfát mutatták be, és hát a rokonságot meghívták. Akkor is nagyon jó érzés volt, ide mindig jó visszatérni. Valamilyen úton, módon azért azt gondolom, hogy az egész családnak, akik itt vannak, és a Bencs nevet viselik, egy büszkeség, hogy egy olyan városvezetőnek vagyunk az unokái és dédunokái, aki azért elég sokat tett a városért, és ezt nem én mondom, hanem a helyiek, a nyíregyháziak, hiszen én máshol élek, nem is éltem Nyíregyházán soha, de emlékszem arra, amikor a szüleimmel, édesapámmal Nyíregyházára sokat jártunk évente, 5-6-szor, és mindig el kellett jönnünk a villa elé, benéztünk, nem jöttünk be mindig, talán a 80-as években voltunk először itt, és hát akkor már én fiatal felnőtt voltam, de most azért, hát igen, igen, jól esett, hogy itt lehetünk, és nagyon szépen megcsinálták a villát, köszönet az építőknek, az ötletgazdának, aki kitalálta, hogy rendbe hozzák a villát. Az átadó ünnepséget beszélgetés követte, ahol Bencs Kálmán árult el családi titkokat. A rendezvény vendége volt Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is, aki amellett, hogy a társulat jövő nyári nyíregyházi vendégszerepléséről beszélt, elmondta, milyen élményekkel gazdagodott az egy héttel ezelőtti Csíksomlyói Passió előadása kapcsán. Egy pár nappal vagyunk a Csíksomlyói Passió után. Milyen érzés volt ezt ott megélni önnek, mint rendezőnek? Hát én készültem erre nagyon régóta.
Úgy fogalmaztam többször is, hogy úton voltam egész életemben Csíksomlyó felé, és most örülök, hogy az a színház, az intézmény, a Nemzeti Színház, az eljutott oda. Ez messze túlmutat magán, ez a történet. Nem egy egyszerű színházi előadás volt, hanem egy igazi nagy esemény. Tehát az a sok ezer néző, aki ott volt, meg a föllépők a színpadon, a végén valami olyan egységben, együtt lélegezve voltak, amiről színházi ember csak álmodhat, ez az igazság. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy évekig fogunk ebből táplálkozni, és biztos, hogy a legfontosabb színházi előadásom volt, és nem tudom, hogy lesz-e ennél fontosabb valaha.